Május 27-én érkezik a Jó Barátok külön kiadása az HBO Max-re. Hilary Duff lesz az Így jártam apátokkal főszereplője. A 6. évadával véget ér a Rólunk szól. Jane, Brand New Voice. Üdvözlök neked, ez a Jane, Brand New Voice Magyarország első és egyetlen sorozat terápiája, ahol soha, de még véletlenül sem szeretnénk senkit kiábrándítani, sokkal inkább földhöz vágni, méghozzá iszonyatosan izgalmas és izgalmasabbnál is izgalmasabb témákkal, úgy, mint sorozatokról beszélgetni, anélkül, hogy kiábrándítanánk bárkit is abból, hogy milyen király dolog is nézni a legnagyobb kedvenceit. Már akinek erre van ideje. Nekem az elmúlt néhány hétben nem túl sok időm akadt, de azért arra volt lehetőségem most ezen a héten, hál' az énnek, hogy folytassam a Rutherford Falls-t, ami egy iszonyatosan jó sorozat. Imádok olyan cuccot nézem, mert Ed Helms végre egy olyan figurát játszik, akit nem utálok, és nem akarom felképelni. A Rutherford Falls egyébként egy bitong jó sorozat. Nagyjából 4 részig jutottam, 4. részig jutottam egyelőre, vagy 5. talán, lehet, hogy az 5. is már megvolt. Mindenesetre most kezd el beindulni a dolog, 10 részes Peacock sorozatról van szó, és mindenféleképpen nagyon-nagyon ajánlom. Ha nem biztos, nem mennék megesküdni rád egyébként, valószínűleg még a mai adásban lesz szó erről a szériáról, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Nem egy Ted Lasso szintű dolgot kéne elvárni tőle, sőt, még csak megközelítőleg sem olyan jó, mint a Schitt's Creek. Talán nem is feltétlenül merném, egyébként nagyon sokan a városfejlesztési ügyosztályhoz hasonlítják, én nem biztos, hogy eddig még ezen a ponton elmennék menni, de nagyon-nagyon sok párhuzamot lehet vonni egyébként a két produkció között. Szerintem a városfejlesztési az első pillanatok kezdve egy sokkal jobb sorozat volt, sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal több dílis és lökött karakterrel, és sokkal office-osabb jelleggel, míg azért a Rutherford Falls egy kicsit hétköznapiban, emberibben, történelem szeretőben megkérdőjelezi mindazt a dolgokat, amiket neki meg kell kérdőjelezni, és egyébként szerintem csak úgy halka jegyzem meg, hogy baromira jól tudja csinálni azt, amit csinál, úgyhogy én mindenféleképpen bátran merem ajánlani mindenkinek. Végre befejeztem. Én nagyjából hogy 2 vagy 3 hét után a Jó Barátoknak a második évadát. Hú, az utóbbi 2 hét az tényleg valami rémálom volt, mert napi egy részig sem jutottam el, tehát múlt hétvégén az kb. Úgy nézett ki, hogy 2 nap alatt néztem meg egy részt, és hát azért ez tőlem ez millimos iralmas, vagy még annál is rosszabb teljesítmény, úgyhogy nagyon-nagyon vártam már azt, hogy befejezzük a második évadot, és már csak 8 van vissza, jaj, nem kell elkapkodni. Hát most akkor úgy néz ki, hogy május 27-én érkezik az HBO Max-re ez a bizonyos special különkiadás, ami nálunk nyilván nem szinkronnal fog érkezni, úgyhogy ebből a szempontból szerintem vagyok egy annyira egy pozitív helyzetben, ha lehet ezt így megfogalmazni, hogy nem, bár úgyis meg fogom nézni eredetiben, úgyhogy tök mindegy, mi lesz. Május 27-ig biztosan nem fogom befejezni a sorozatot, ezt szerintem tökre magától értetődik, tekintve, hogy ez már csak alig 2 hétre van. Egy teasert mutatott meg az HBO Max, ahogy sétálnak a különböző stúdiók között a Jó Barátok szereplői, és hát fogalmazunk úgy, hogy azért látszik, hogy majd 20 év eltelt. Igazából csak 17 vagy 18 év, amióta ők utoljára voltak így együtt, de ettől függetlenül szerintem ez még mindig adja az év legfontosabb, hanem a legkirályabb eseménye lesz, úgyhogy tűkönülve várom, hogy fog majd kikerekedni ebből az egész produkcióból. Nagyon-nagyon jó lesz. Én ezt így érzem maximálisan. Aztán megnéztem most pont az adás előtt a Walker Texas-i kopót is, méghozzá a franc tudja, hogy hanyadik epizódja volt éppen ez, amit ma néztem. Az a múlt heti része volt egyébként, én egyre kevésbé tudom azt, hogy ez miről szól, egyre biztosabb vagyok benne, hogy ennek köze nincs a krimihez, hanem ez egy családi drámasorozat, Walker bőrbe bújtatva, vagy nem tudom mi a jó kifejezés, meg szóra, bizarr és érdekes. Talán ennek a két szónak a leginkább az elegye ez az egész produkció. Én továbbra is nagyon félek tőle, meg igazából jó, nem csak félek tőle, hanem rettegek is tőle, mert tényleg nem igazán tudom hova tenni, hogy ez mi akar lenni. Valahol mor is, valahol meg inkább ez a kínos kategória, de most legalább voltak benne jó zenék, úgyhogy most tényleg átjött az a bizonyos texasi életérzés, aminek szerintem át kell jönni egy ilyen produkció esetében. Illetve a héten sikerült befejeznem a Kinent, valamint a Young Rockot. Mind a kettő egy,
hogy mondjam, a Kinát én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megszerettem. Jó, ez soha nem volt kérdés, és azért legyünk őszinték. Imádom Kinan Thompsont, kb. Kiskölyökkorom óta rajta nőttem fel az elmúlt 18 évben, ugye az SNL-nek a legfontosabb szereplője szerintem, és a legkirályabb szereplő tagja. És ugye ne felejtjük el azt sem, hogy Kinan ugye szombaton, péntekenként visszarepül New Yorkba, a keleti partra, hogy leforgassa, vagy ott legyen élőben az SNL-ben, hétközben pedig a nyugati parton forgatja a Kinant, és a Kinan egy nagyon-nagyon érdekes sorozat, mert megközelítő sem annyira vicces, mint amennyire szerettem volna, nagyon durván más, mint amilyennek én szerettem volna, viszont eljutottunk arra a szintre így az utolsó pár epizódra, hogy azt kell, hogy mondjam rá, hogy ez talán az utóbbi évek egyik legjobb komfort komédiája, ami nem multikamerás. Azért ezt muszáj hozzátenni, mert azért a multikamerások általában, amikre azt mondjuk, hogy komfort komédiák, de a Kinan az egy egykamerás komédia, bitangul jó az a szereplő gárda, az a triumvirátus, mindenféleképpen lesz erről szó a mai adásban, illetve a Szikláról is mindenféleképpen szeretnék majd egy-két szót ejteni ebben a mai műsorban, ugyanis hát fogalmazunk úgy, hogy a Young Rock egy bitang jó sorozat szerintem. Én nagyon-nagyon-nagyon tudom élvezni. Illetve az is kiderült, hogy a Jungle Cruise, amit ugye Dwayne Johnson forgatott, és amit tavaly szerettek volna bemutatni, igazából idén július 30-án kerül majd a mozikba, illetve most már az is hivatalossá vált, hogy a Disney Plus-on is elérhető lesz plusz $30 áron. Ez az új, remélhetőleg franchise-á duzzaszthatató produkció Emily Blunt és Dwayne The Rock Johnson főszereplésével, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi fog kikerekedni belőle. Azt szerintem egyébként elég beszédes, hogy a Szikla volt az, aki bejelentette, és hogy a Disney átadja neki a lehetőséget annak, hogy ő legyen az, aki kimondja ezeket a szavakat, hogy emberszabásúak. Mindenhol elérhető, mert nekünk ti, a közönség vagytok a legfontosabbak. Én ezt el is hinném, hogyha nem $30 kerülne egy filmnek a kibérlése a Disney Plus-on. Értem én, hogy prémium, meg értem én, hogy nagyon olcsó streaming szolgáltatás, de azért $30 az szerintem az a lélektani határon túl van. Mondom mindezt úgy egyébként, hogy az amerikaiaknál azért a $30 az tulajdonképpen, még hogyha valaki minimál bérért is dolgozik, az is 3 óra munkája, és azért nagyon azért egy közel 2 órás filmére 3 órányi munkát belefett szólni, hát nem tudom, azért nekem volnának fenntartásaim, tehát ennyiért max akkor venném meg, hogyha Blu-ray-en kapnám meg, vagy kiküldenék, ne adj Isten, megjelenés után Blu-ray-en is, és akkor azt mondom, hogy simán jöhet a $30, de hát ugye a valóság meg az én képzeletem az két teljesen különböző szintéren játszadozik egymástól, illetve azt se felejtsük el, hogy ez a hét volt tulajdonképpen az utolsó lazítós hét, és a hagyományos televíziózás figyelembe véve a következő hét éve talán már mai naptól, egész pontosan most pénteken, már mint hogy az NBC bejelenteni a következő éves struktúráját. Nyilván nem premier dátumokkal, hanem az, hogy melyik estére milyen műsorokat tervez, mikorra nagyjából lehet számítani, hogy mik azok az őszi sorozatok, és mik lesznek azok, amik majd tavasszal fognak visszatérni. Egyébként erről jut eszembe, hogy a Young Rock, illetve a Kinen is megkapta a második évados berendezését, ezt nem tudom, hogy erről volt ez szó itt a műsorban, mert olyan régen csináltam már adást, mert nem emlékszem, hogy mi az, amiről volt szó. Azt tudom, hogy ez így jártam apátokkal, még nem beszéltem ebben a műsorban, pedig iszonyatosan szeretnék, úgyhogy mindenféleképpen mindjárt rá is térünk erre a történetre, mert mi történik itt. Szóval, igen, tehát hogy mondjam, tehát örülök neki, hogy a Young Rock, illetve a Kinen is megkapta a második évados megrendelését. Mind a két produkció egyébként szerintem bitang jó, és megérdemlik. Én nagyon-nagyon élveztem. A Young Rockból például 3 részt kellett megnéznem tegnap este, és a helyzet az, hogy tök jó érzés. Tehát megvan az idillikus dolog benne, hogy azért kapunk egy kicsit a 80-as évek feelingéből, kapunk belőle egy kicsit a 90-es évek feelingéből, amikor meg a Miami játszott, ugye a Szikla. Egy kicsit nem feltétlenül annyira emberi volt, de mindig az emberi oldalát ragadta meg minden egyes történetnek, és mindig valami olyan fontos morális tanulságot tudott biztosítani a néző számára, ami szerintem egy iszonyatosan jó és iszonyatosan fontos. Tehát én ezért nagyon-nagyon szeretem a Young Rockot. Nem az a, kimondtam, vicces kategória, és nem is az a komfort sorozat, hanem a Young Rockot egy nagyon-nagyon nehéz szerintem beskatujázni, de erről is majd lesz egy kicsit bővebben szó hamarosan. Csak még mielőtt rátérnénk ezekre a dolgokra, szerintem gyorsan még elejtek egy pár könycsepet azért, hogy Hilary Duff lesz az Így jártam apátokkal című vadonatúj Hulu-ra érkező produkciónak majd a főszereplője. Egyrészt szeretném kifejezni azt, hogy mennyire örülök neki, főleg azok után, hogy a Lizzie McGuire-t nem kaptuk meg.
nyilván Disney problémák miatt, és hogy nem kapjuk meg azt a spin-offot sem, illetve most nem vagyok hirtelen teljesen biztos, amit az ő karakterek köré építettek volna föl itt a Youngernek a készítői. Hú, tényleg most nem is emlékszem, hogy ez a produkció, ez most akkor tényleg halott, vagy csak nagyon-nagyon eltűnt a radarról, vagy mi történhetett vele. Na mindegy, szóval lényeg a lényeg, hogy nagyon-nagyon nehéz beskatujázni ezeket a produkciókat, projekteket, és közben valahol meg mégis van bennük egy ilyen tök érdekes dolog, hogy az Így jártam anyátokkal nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen ért véget, és a minden mai napig nem vagyok képes túltenni magam azon a dolgon, amit ugye az utolsó évadoknál átéltünk. Mi Luka minden héten beszéltünk az Így jártam anyátokkalról itt a műsorban. Tulajdonképpen az egyik a legrendszeresebb vendégünk volt, sőt az én életemnek 9 éven keresztül a legrendszeresebb vendége volt, ugyanis ez volt az a komédia sorozat, sőt ez volt az a sorozat, amit én minden egyes héten megnéztem, amikor új epizód volt belőle, soha nem csúsztam meg vele egy percig sem, nagyon-nagyon vártam, mert iszonyatosan szerettem a szereplőit, nagyon-nagyon éltem azt a világot, amit hát tulajdonképpen az Így jártam anyátokkal az nálam azért váltotta meg a világot idézőjelesen, mert egy jó barátok után indult, ha jól emlékszem, 2005-től 2014-ig futott a sorozat, és hát ugye 2004-ben ért véget a Jó barátok, és az Így jártam anyátokkal, az teljes egészében egy Jó barátok pótlék volt a számomra. Nyilván egy sokkal komplexebb, sokkal érdekesebb és sokkal szórakoztatóbb stílussal, ugyanúgy, hogy megőrizte a multikamerának a jellegét, ugyanúgy, hogy csak közben történetet is adott a szereplőknek. Nyilván azért lehetett tudni azt, hogy ezt azért 9-10 éven át nem lehet elnyújtani ezt a bizonyos történetet, de azért az mindig benne volt a pakliban, hogy azért egy-két év van benne, és azért az első egy-két évben tényleg volt rengeteg minden az Így jártam anyátokkalban. Aztán utána beállt egy bizonyos ilyen komfortszintre, talán volt a harmadik, negyedik évad környékén, valahol talán a Stella környékén, azt hiszem valahol nagyjából a körül beállt arra szintre, amikor már azt tudtuk mondani rá, hogy igazából az ember ezt tényleg csak megszokásból nézi, jó komédia, meg érdekes, meg mit tudom én, de azért már nem tudja ugyanazt az érzést kiváltani, hanem tényleg egy kicsit ilyen valahol olyan Jó barátok jelleggel néz az ember, hogy már megszoktad, és akkor már csak azért is nézed, mert hozzád nőttek ezek a karakterek, és nem pedig azért nézed, mert kíváncsi vagy arra, hogy ki lesz majd ennek a nagy ő, ami nekem valahogy mindig is a legérdekesebb pontja volt, de valahogy mindig is akkor működött ez a sorozat számomra a legjobban, amikor nem ezzel foglalkoztak, vagy amikor Ted nem Robin után futkosott éppen, vagy amikor nem éppen a karaktereknek a szellemléletével foglalkoztak, hanem hagyták őket embernek lenni, hagyták őket hibázni, hagyták őket dolgokat elkövetni, meg mindenféle ilyen földi jóságot csinálni, akkor szerintem iszonyatosan jól tudott működni ez az egész produkció, és én nagyon-nagyon szerettem éppen ezért az Így jártam anyátokkal. És hát ugye az utolsó évad, az amikor megjött Kristi Milotti, az meg nekem az volt a csúcs. Tehát nekem ott az volt az, amire azt mondom, hogy előtte volt egy ilyen 3-4, talán 5 évad, ami, na jó, ezzel nem volt, de mondjuk az, hogy 3-4 évad volt, ami silány volt, ami tényleg az a nagyon-nagyon silány. Életszempontból nagyon érdekes dolgok történtek benne, tehát a karakterek is íveket bejártak ebben a szériában, szemben mondjuk ugye sokak által a Jó barátokra mindig ezt rólják fel, hogy a Jó barátokban nem járnak be íveket, ami egyébként abszolút nem igaz, mert minden egyes karaktere bejár, nagyon-nagyon sok ívet bejár egyes évadok alatt, viszont az Így jártam anyátoknál ott valahogy sokkal tudatosabban tudták megcsinálni ezt, és sokkal inkább, hogy mondjam, tehát a Jó barátoknak az volt a nagy előnye, hogy epizódikus volt, és mint epizódikus nem feltétlenül érzed annyira rajta azt, hogy a karakterek változnak, fejlődnek, stb., hanem tényleg az a tipikusan jó sorozat, amit szeretsz nézni, bármelyik részét, bármikor, bárhányszor meg tudod nézni, akár egymás után is. Az Így jártam anyátokkalnál ez nem hiszem azt, hogy nekem legalábbis soha nem volt elmondható, hogy bármelyik részét, bármilyen sorrendben, bármikor meg tudom nézni, mert annak volt egy íve, ott mindig is sokkal jobban kidolgozták ezeket a történetelemeket. És hát ugye a 9. évad az egy tök jó dolog volt, amikor Tedet összehozták végre anyával, és akkor kicsit megismerkedtek, és minden egyéb. Erről mi rengeteget beszélgetünk még a BMW hőskorában, a nagyon-nagyon az elején a történetünknek. És a helyzet az, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szerettem azt az évadot, egészen addig a pontig, amíg a rajongókban fel nem merült annak a lehetősége, hogy mi van akkor, hogyha kinyírják anyát. Na most, hogyha kinyírják anyát, akkor nyilván onnantól kezdve az embernek soha nem lesz ugyanaz a szájíze.
az egész szériára vonatkozóan, hanem nyilván azért értjük, hogy miért történt. Nyilván értjük azt, hogy miért kellett meglépniük ezt a dolgot, nyilván értjük, hogy ezáltal is a drámaiságát és a földhöz ragadottságát próbálták még egy kicsit jobban kihangsúlyozni, viszont ahogy véget ért, és ami tulajdonképpen az egészet körbezárta, az szerintem nem annyira valóságról szólt, hanem sokkal inkább arról szólt, hogy mennyire szar is az élet valójában, hogy tulajdonképpen 20-30 évet éven át kell körözgetned más dolgok között, mire visszaszállsz ugyanarra az egy dologra. Tehát van egyfajta szépsége, amikor az ember arról beszél, meg arra gondol, hogy az élet egy körforgás, és hogy minden révbe ér, vagy körbe ér, de van meg, hogy milyen kicsi a világ, és vannak olyan pillanatok, amikor tényleg azt érti az ember, hogy ezek a dolgok, ezek nem feltétlenül úgy, vagy olyan szinten, vagy nem tudom, hogy lehetne szépen megfogalmazni. Minden esetre nekem az így jártam anyátokkal egy ilyen életre szóló hatalmas traumát okozott, és amiatt ez a széria véget ért 14-ben, ha jól emlékszem, én azóta nem is nagyon néztem. Egyszer-kétszer talán, minthogyha még amikor bekapcsoltam a tévét, akkor talán néztem volna, de amúgy, mármint így éjszaka, amikor így az NFL-ben éppen félidő volt, és mondjuk valahol az ment, akkor lehet, hogy ott ragadtam. De igazából soha nem mertem nézni azután, mert nekem ez egy olyan szintű trauma, ami most tényleg azért 14 azért nem tegnap volt, meg nem is ma volt, és mégsem tudtam feldolgozni azóta sem mindazokat a dolgokat, amiket ott át kellett élnünk abban a bizonyos sorozatzáró epizódokban, miközben egy iszonyatosan jó évadon voltunk túl, ami azért valamilyen szinten tényleg vissza tudta hozni azokat a remény csírákat, vagy én nem tudom, minek nevezzem, amik ahhoz kellettek, hogy az ember tényleg jól érezze magát, és hogy szeresse ezt a bizonyos produkciót, és hát ugye nem tudom, olyan szinten rossz szájízt hagyott bennem az így jártamanyatok annak a befejezése, hogy én onnantól kezdve nem vagyok hajlandó, sőt nem is szeretem, és igazából az a nagyon durva, hogy nekem a barátaim legnagyobb többsége minden nézte ezt a szériát, és mindenki így van vele, hogy egyszerűen azóta nem képes ugyanúgy tekinteni semmire, és nem képes újra nézni ezt a sorozatot. Ami egy iszonyatosan fájó, mert azért tényleg 9 éven át nekem az életem elég szoros része volt, és nagyon-nagyon szerettem is. Nagyon sokáig, aztán egy időben, amikor már nem volt annyira vicces, akkor már igazából beálltunk arra szintre, hogy jó, hát igazából ezt is szeretjük, meg azért ebbe is van valami, azért ne felejtjük el, hogy voltak olyan részek, mint az Ohani és társaik, amik azért brutálisak voltak, mind érzelmileg, mind humor szempontjából, és nagyon-nagyon tudtuk őket szeretni, de valahogy mégsem tudom rájuk azt mondani, és mind a mai napig vannak olyan dolgok egyébként az Így jártam anyátokkalból is, amiket mind a mai napig mondogatunk így a haveri körben, meg tényleg így szállóigékké váltak, nyilván a magyar szinkronnak köszönhetően, azért ezt szögezzük le, de mindenféleképpen az életünk részévé váltak, és valahogy valamiért mégsem vagyok képes újra nézni ezt a sorozatot, és nem is szeretném, sőt. És ezért félek én, sőt rettegek attól, hogy milyen lehet majd ez az Így jártam apátokkal. Két nagy előnye van. Az egyik az, hogy ez nem egy országos csatornára fog érkezni, mint ahogy történt volna annak idején a Meg Ryan által narrálandó verzióval, ami ugye azért egy brutális, sőt, szerintem nekem a Beverly Hills zsarón kívül talán az Így jártam apátokkalnak a be nem rendelése volt a CBS-től, valaha volt legnagyobb what the fuck pillanatom. Talán nekem tényleg ez a két dolog volt az, amire én azt tudom mondani, hogy engem megrázott és sokkolt és ledöbbentett, és nem találom azóta sem a helyemet, hogy ezt hogy merték megtenni, vagy meglépni. Mindenesetre azért elég fontos szerepet játszott egyébként benne az, hogy mennyire durván negatív volt a szájíze az Így jártam anyátokkalnak, és attól féltek, hogy utána kutya sem fogja nézni, és akkor ugye nyilván 2018-19 környékétől meg folyamatosan előkerülnek megint azért az gondolatok, hogy azért, hát azért jó volna megcsinálni az Így jártam apátokkal is, hogy megmutassuk a másik oldal is, hogy az hogyan éli meg ezeket a dolgokat, és nyilván nem ugye ugyanazokkal a szereplőkkel. Bár állítólag most vannak olyan pletykák is, hogy ugyanabban az univerzumban fog játszódni, tehát nem zárják ki annak a lehetőségét sem, hogy majd Tedék felbukkanjanak ebben a bizonyos spin-offban, és hogy spin-off, hát ez nem is igazából nevezhető szerintem spin-offnak, hanem hogyha felbukkanak, akkor ez inkább sequel sorozat lesz, vagy én nem tudom, mi lesz igazából a jó dologra, mert igazából az sem, tehát valahol ez egy ilyen tök különálló dolog, tehát nevezhetjük az ilyet még spin-offnak ettől függetlenül. Na mindegy,
Szóval lényeg a lényeg, hogy el fog készülni ez így gyártamanyátok, apátokkal, és Hilary Duff lesz a főszereplője. Na most én Hilary Duffot imádom. Nekem ő az egyik kedvenc tini bálványom, ugye az én generációmból. Szerintem, ha jól emlékszem, most nem akarok túl nagy hülyeséget mondani, de hogyha jól emlékszem, és nagyon-nagyon jól emlékszem, és nagyon-nagyon megerőltetem magam, akkor ő tulajdonképpen azon színésznők egyike, akivel mi majd, hogy nem egy időben születtünk, igen. Igen, ő tulajdonképpen egy héttel fiatalabb, 8 nappal fiatalabb nálam. Wow. Azért durva, és már kétszer volt házas, szóval... De igazából nem is ez a durva, hanem az, hogy már van 3 gyereke. Szóval... Igen, tehát ő Liz Maguire. Így nagyon-nagyon leegyszerűsítve a történetet. Igen, szóval nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy vagy mit fognak tudni majd kihozni Hilary Duffból, mit fognak majd tudni kihozni ebből az egész produkcióból. Én nagyon-nagyon izgulok emiatt egyébként, hogy milyen lesz, mert én nagyon-nagyon szeretném szeretni tényleg, de hogyha itt is az lesz a befejezés, mint ami az anyánál volt, akkor ez, hú, én nem merem, tehát bennem olyan mélysebeket hagyott az anyának a vége, hogy az apát nem merem megnézni. Pontosan azért, mert hogyha, tehát addig nem fogom ezt a sorozatot nézni szerintem, Hilary Duff ide vagy oda. Tehát nagyon brutálisan nagy neveket, vagy általam nagyon kedvelt színészeket kéne megnyerniük maga mellé, akikre én azt tudom mondani, hogy oké, miattatok érdemes lenne nézni, miattatok hajlandó vagyok megkínozni magam, de én még egyszer nem szeretnék ugyanabba a hibába esni, mint annak idején. És szerintem azért rengeteget tanultak belőle, és nem fogják elkövetni ugyanazt a hibát, legalábbis én szeretnék bízni benne. De ahogy mondtam, az egyik legnagyobb előnye az, hogy nem a CBS-nek fog készülni, tehát nem országos csatornára fog menni. Ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb epizódba fog állni, ez azt jelenti, hogy 10-13 résznél többet biztos, hogy nem fog kapni. Ami szerintem mindenféleképpen egy pozitív és sőt sorozat, valamilyen szinten az előnyére fogja majd tudni ezt szerintem kovácsolni. Én személy szerint hátrányként fogom megélni nyilván ezt a dolgot, de tökéletlenül egy tökre érdekes verziója lesz majd ennek az egésznek. Kíváncsi leszek egyébként, hogy mennyivel mernek puritánabbak lenni majd ebben a produkcióban, vagy mennyire próbálnak még majd arra játszani, hogy ugye Fox, ha jól emlékszem, Fox a gyártó, tehát akkor Disney produkció, ezért megy a Hulu-ra, akkor nem túl van az, hogy a CBS-en kiköthet, de az ABC-n még kiköthet. Kíváncsi vagyok, hogy bemernék-e vállalni esetleg az ABC-n ezt a produkciót bármilyen szinten, tehát nem hiszem, hogy annyira, tehát nem hiszem, hogy elvinnék az így gyártamanyátokat egy szexuális New York irányba, pedig. Na mindegy, szóval vannak ezzel kapcsolatban is érdekes teóriák, meg vannak érdekes lehetőségek, amiket szerintem nem fognak kiaknázni, de remélem, hogy majd azért tévedek egy kicsit. Én is. Most pedig menjünk gyorsan hírlesre, mert pár gondolat erejéig elmondanám azt, hogy mik az elmúlt időszak legfontosabb és legizgalmasabb hírei is. Itt a Jenny Brand New Voice-ban. Ne menjetek sehova. Hírlesen. 19. évadával véget ér Ellen DeGeneres show-ja, az Ellen Show. Óriási meglepetés, valahol viszont nem. Úgy döntött Ellen, hogy befejezi 19 év után ezt a műsort, méghozzá pontosan azért, mert annyira jól kivitelezett volt ellene, legalábbis úgy érzi, ellene az a támadás, hogy mennyire rossz munkakörnyezetet is teremtett meg az Ellen Show, hogy nem szeretné folytatni ezt a műsort. Ami megmondom őszintén, hogy szerintem az egyik legnagyobb sokkolója így a daytime televíziózásnak, ugyanis ez egyértelműen azt fogja jelenteni, sőt eredményezni is, hogy ez egy bizonyos korszaknak a vége. Hát nem tudom. Ellent azért sokan szeretik, illetve sokan kedvelték ezt a műsort, meg azért nagyon népszerű volt maga, hogy mondjam, korosztály, ez túlzás, a maga nemében, hogy ennyire leegyszerűsítsem ezt a történetet, és hát azért ez egy elég ikonikus műsor volt, sőt, tulajdonképpen talán Oprah mellett az utóbbi 2 évtizednek az egyik legfontosabb daytime talk show-ja volt, tehát innentől kezdve kimaradt, tehát innentől kezdve marad Kelly Clarkson, aki egyre inkább felfelé tör, vagy legalábbis a YouTube nekem egyre sűrűbben ajánlja az ő anyagait, miközben nem nézem, illetve a másik, az pedig Drew Barrymore lenne, aki átvehetnék majd Ellennek a helyét. Vajon képesek lehetnek rá? Vajon a modern technológia meg tudja tenni a hatását? Vajon ezekre a kérdésekre majd az idő megadja a válaszokat? Nem tudom, mindesetre az ez egyszer biztos, hogy az Ellen Show a 19. évadával ténylegesen véget ér, és ez azért egy elég sokkoló bejelentés volt szerintem.
ennél sokkal kevésbé meglepőbb az, hogy a hatodik évadával hivatalosan is véget fog érni. A rólunk szól, Dan Fogelman mindig is 6 évadosra tervezte ezt a produkciót, mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy ne teljes évadokat készítsenek, hanem 18 részes epizódokat vagy szezonokból álljanak az évadok. Nyilván ez az 5. évad, ez egyébként 16 részes volt, hogyha jól emlékszem. A következő viszont, ha minden igaz, akkor már még 18 lesz, hogyha Covid nem szólt bele a következő körbe. Úgyhogy érdekes lesz majd látni ezeket a dolgokat, érdekes lesz látni, hogy hogyan is próbálják meg befejezni ezt a produkciót. Én szerintem a 2. évad óta nem néztem. Egyik legnagyobb hibám, ezt most nyáron szerintem be is fogom pótolni, ugyanis az utolsó évadára én mindenféleképpen vissza fogok térni. Nagyon-nagyon szerettem a rólunk szólt, imádtam az első évadát, imádtam utána is egyébként, amíg néztem, csak valamiért teljesen lekaptam róla, és hát nem tudom, nem emlékszem tényleg, hogy miért. Szerintem ott a munka tett be nekem nagyon pár évvel ezelőtt, és utána meg valahogy soha nem volt időm, vagy kedvem, vagy lehetőségem megnézni, vagy folytatni a szériát, és hát ez nekem egy óriási nagy hibám, amin majd javítanom kell, miközben nem is olyan nagyon-nagyon-nagyon távoli jövőben, szerintem. Remélem. Nem tudom. Meglátjuk, hogy fog majd elsülni ez a történet. Szóval, ha már negatív hírekből legyen elég ennyi egyelőre, és akkor most jó, oké, nem, van még egy negatív hírem, bocsánat. A Prodigy of Sun, ami nálunk szerintem az RTL klubon fut meg, nem mondom, hogy milyen néven, véget ér a 2. évadával. A Fox nem rendelte be ugyanis a 3. évadát ennek a produkciónak. Nem fog hozzátenni, hogy népszerű produkciónak, hanem produkciónak. Ami azért egy kicsit meglepett, hogy őszinte legyek, de ez van, a Prodigy of Sun 2 évadot így is meg tudott élni, Magyarországon így is bemutatták, úgyhogy igazából nincs okunk szomorkodni, és inkább vigadjunk, méghozzá azért is, mert a Hallmark Channel berendelte a When Calls the Heart 9. évadát is, miután a 8. évad tegnap előtt, vagy pár nappal ezelőtt véget ért. Úgyhogy legalább a When Calls the Heart folytatódhat. És szintén egy senkit nem érdeklő hírem is van a pozitív oldalról, méghozzá az, hogy 2 évados berendezést kapott, és ezáltal eljut az 58. évadáig az életünk napjai. A Days of Our Lives, amiben Joey Tribbiani is szerepelt, mint Dr. Drake Ramore. 2 évados berendezést kapott, ha jól emlékszem, talán minden idők leghosszabb szappanopera sorozata? Úgyhogy az képest, korábban még arról szóltak a hírek, meg a pletykák, meg a fáma, hogy nem fog folytatást kapni, ahhoz képest szerintem iszonyatosan jól alakul ez a történet nekik, hogy plusz 2 évados berendezést kaptak. Aztán van néhány casting hírünk is, amiben szeretnék gyorsan bele zúdulni méghozzá, azért is, mert LeVar Burton lesz majd a Tom Sweet narrátora ebben a dédelgetett Nancy Drew spin-offban. Már amennyiben ez a történet megvalósul. Na már most, hogyha leigazolják LeVar Burtont, akkor szerintem, gyerekek, ennek meg kell valósulnia. Tehát nagyon-nagyon jó lesz, nagyon-nagyon izgalmas lesz. Nancy Drew is egyébként nekem egy tipikusan olyan produkcióm, amit szeretnék nézni, de valamiért mégsem jutottam odáig, hogy nézzem. Időhiány egyébként ennek is az elsődleges oka. De most, hogy az is befejezi hamarosan a 2. évadát, és ha megkapja ezt a Tom Swift-es spin-offot, akkor mindenféleképpen neki kell feküdnöm és nézni, mert kíváncsi vagyok rá. Meg azért Nancy Drew karakterét én nagyon-nagyon szeretem nagyon sok verzióban, nagyon sokféleképpen. Úgyhogy izgatottan várom, hogy mi fog majd kikerekedni ebből a produkcióból. Yaya DaCosta és Tori DeVito pedig a 6. évad után otthagyják a Chicago Med című szériát az NBC-n, ami óriási nagy meglepetődés volt, szerintem, így a héten. Sarah Hyland, akit mi a Modern családból ismerhetünk, visszatér az ABC-re, méghozzá az Epic című sorozatban, ami ugye az Egyszer volt, hol nem volt, alkotói Adam Horowitz és Edward Kistisnek lesz az új romantikus antológia produkciója. Ha jól emlékszem, akkor ennek a szériának lesz majd a főszereplője Brittany O'Grady, akit én iszonyatosan imádok abból a bizonyos Apple-os sorozatból. Ah, nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és iszonyatosan jó hangja is van, úgyhogy kíváncsian várom ezt az epiket. Hát, ha tud egy ilyen első évados Once Upon a Time lenni, mert akkor nagyon-nagyon tudnám szeretni az epiket is. És azért Brittany O'Grady és Sarah Hyland együtt nekem már mindig elég ahhoz, hogy tutira érdekeljen ez a produkció. Mind a kettőket nagyon imádom, úgyhogy hajrá, hajrá. Kiva Sutherland pedig egy kém sorozatra igazolt le, méghozzá Paramount Plus számára John Rakua és Glenn
készítik majd ezt a produkciót, és ha minden igaz, akkor egy ilyen privát kémet fog majd alakítani ebben az új televíziós sorozatban Kiefer Sutherland, úgyhogy hajrá! Az HBO pedig lassan úgy néz ki, hogy összehozza a szereplő gárdáját annak a produkciónak, amelyben ott van Woody Harrelson, Justin Theroux, Domhnall Gleeson és Lena Headey is, ez pedig nem más, mint a The White House Plumbers című ötrészes minisorozat, és most leigazolták Kieran Shipkát, a Sabrina a Teenager boszorkányból, Ike Barinholzot a Mindy projektból, Yul Vasquez, David Krumholzot a Gyilkos számokból, Rich Summer, Kim Coast és Liam James-t is. Úgyhogy ezért egy elég izgalmas politikai, botrányos produkció lesz, ami egyébként tényleg az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb politikai botránya, Watergate-ről fog majd szólni, amikor el fog készülni. Egyébként már forog ez a produkció, tehát ez már abban a stádiumban tart jelenleg is. Aztán a Netflix pedig bejelentette, hogy mikor fog érkezni a Lupin második évad, az első évadának a második fele, és ez nem más lesz, mint június 11. egyedike. Föl lehet vésni mindenkinek a naptárába, hogy június 11-én folytatódik az egyik legnépszerűbb, ha nem minden idők legnépszerűbb francia saját gyártású Netflix krimi sorozata, a Lupin a streaming óriásnál, ami azért egy elég izgalmas hírnek tűnik szerintem sokak számára legalábbis mindenféleképpen. Abba a kategóriába lehet majd sorolni ezt a produkciót is. Aztán egy nem igazán ide tartozó, de ha már a Netflixet említettem, akkor mindenféleképpen említsük meg gyorsan, hogy Millie Bobby Brown, illetve Henry Cavill mind a ketten vissza fognak térni majd az Enola Holmes sequelbe, ami hamarosan forogni fog, azt hiszem, a Netflix számára, úgyhogy hát igen, erre mondják azt, hogy nem véletlenül aratott olyan nagy osztatlan sikert az a bizonyos produkció jó néhány hónappal ezelőtt. Aztán, ha maradunk a Netflixnél, akkor mindenféleképpen örvendjünk, ugyanis bejelentették a Masters of the Universe rebootnak a premier dátumát. Ugye ez az a 80-as évek beli klasszikus animációs sorozat, ami 1983 és 85 között futott, és Kevin Smith ennek a produkciónak a készítője, marha kíváncsi vagyok rá. Az animáció, illetve azok a képek, amiket kiszivárogtattak, illetve nem kiszivárogtattak, megmutattak, az alapján egy brutálisan jó produkció vár majd ránk, iszonyatosan érdekes lesz, színes, nem tudom, hogy fel fog-e tudni nőni a Shira-nak a szintjére, minden esetre a Mattel Television által gyártott produkció július 23-án fog majd debütálni a streaming óriásian streamelős kínálatába. Ezek voltak a legfontosabb és legizgalmasabb hírek mára, illetve hát még annyit hozzátehetnék, hogy történt egy iszonyatosan izgalmas dolog szerintem a héten, méghozzá az, hogy a Kakaó bejelentette, hogy ők nem fognak egyébként szarozni, hanem 590 millió dollár értékben felvásárolják a Tapaszt. És majd ezen egyébként DC Comics-os webtoonokat is fognak futtatni, de önmagában is egy iszonyatosan érdekes volt ez a felvásárlás, ugyanis ha minden igaz, akkor a Reddish Media-nak a digitális platformját ért adtak 440 millió dollárt, és 150 milliót adtak a Tapaszért ebben a bizonyos dologban. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes lesz, és egy korábbi DC Comics executive, vagy is főszerkesztő Michael R. Wells lesz majd itt a fő felügyelő, aki majd a tartalomért fog felelni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes húzás lesz szerintem, hogy mit fognak majd tudni kihozni ezekből a produkciókból, illetve milyen dolgok lesznek azok, amik várhatóak lesznek. Egyébként Wonder Woman, Batman és az Igazság Ligája egyaránt érkezni fognak majd erre a bizonyos platformra, úgyhogy ha mindegyik azokat egyébként nem kimondottan új történetekkel, ezzel nem kell teljesen új történetekre majd számítani a tavasztal. Na, de tényleg ennyi volt, ezek voltak a legfontosabb hírek, most pedig térjünk rá arra, ami mindenkit érdekel, a címlap sztorira, ami nem más, mint a Keenan és a Young Rock. Címlap sztori, Keenan és Young Rock.
Az NBC idén három új komédia sorozatot mutatott be. Az egyik ugye Tina Fey és Robert Carlocktól érkezett, Ted Dansonnal, az isteni Ted Dansonnal a főszerepben. Ez volt a The Mayor, aztán érkezett végre valahára nem tudom hány év késéssel, és nem tudom hány változtatáson, sőt a Covid miatt egyébként még több változáson átestve, a Kinel Thompson által főszerepelt Kinel című sorozat, és bemutatták a The Rock által főszerepelt. Tényleg ő a főszereplője? Vagy igazából nevezzük őt a főszereplőjének. Dramedy sorozatát. Én nem tudom a Young Rockot komédiaként elkönyvelni magamban. Nem, egyáltalán nem vicces egyébként. Sokkal inkább tanulságokról szól, és sokkal tanulságosabb, mint a legtöbb produkció, úgyhogy szerintem abszolút nem komédia. Fölösleges ide beskatujázni, de mindenki egyébként annak hívja, vagy annak tartja, úgyhogy yay! Tök jó, tök királyság. Igen, tehát lényeg a lényeg, hogy tényleg azt érzem, hogy ez a két, tehát volt ez a három sorozat ebben a szezonban, és mind a három komédia sorozatát berendeltek következő évadra. Az NBC ez részben egyébként betudható annak, hogy a Superstore idén véget ért, ez részben betudható annak, hogy a 8. évadával a Brooklyn Nine-Nine ősszel 10 epizódot követően véget ér, szóval nem igazán maradt már olyan produkció az NBC tartsajában, amit ilyenkor elő lehetne rángatni, és hát ki tudja, hogy hogyan fognak elsülni a következő évados komédiáik, de igazából felkészülnek ők mindenre, ugyanis az sem kizárt, hogy a csütörtök esték teljesen elvesztik létjogosultságukat megint a komédiák terén, hiszen a legtöbb komédiák már amúgy is keddesténként fut. A csütörtök estékre pedig lehet, hogy majd összeraknak egy új eskütelenségek blokkot, ugyanis berendettek egy vadonatúj eskütelenségek sorozatot is, ami most először a történelem során, tehát 20-sok, vagy lehet, hogy már 30 év után is. Ez az az első olyan sorozat, ami nem a vádlók oldaláról mutatja be a történetet, hanem a védelem oldaláról. Nem tudom, hogy mennyire tudok örülni egy ilyen eskütelenségek sorozatnak. Kíváncsi leszek a szereposztására, kíváncsi leszek arra, hogy milyen karaktereik lesznek, kíváncsi leszek arra, hogy mit fognak tudni nyújtani, de az a helyzet, hogy bármennyire is legyen jó a showrunnerjének a produkciónak is, szerintem így hallás alapján ez nem tud több lenni, vagy nem is biztos, hogy akar több lenni egyébként, mint egy egyszerű, tök mezei, hétköznapi jogi sorozat. Mert az elején köztetek a férjem védelmében is a védelemről szólt, meg szerintem az utóbbi 10 év legmenőbb, legjobb jogászokkal, vagy törvénnyel kapcsolatos produkciói mind egy szálig. Egyébként ügyvédek, védelem oldaláról közelítette meg a dolgokat, úgyhogy ja, izgalmas lesz. Maradjunk ennyiben, kíváncsi leszek egyébként, hogy melyik estére fogják tenni, mert azért ez durva lenne, hogyha Chicago-é lenne a szerda, New York pedig megkapná csütörtökeket, tehát ez brutális lenne, nagyon-nagyon durván elfranchise-osodna az NBC is már, de na mindegy. Szóval beszélgessünk erről a három komédia sorozatról. A The Mayor nekem egy óriási nagy csalódás volt. Megmondom őszintén, hogy én valahol talán ettől vártam volna el inkább azt, hogy egy kicsit ilyen office-es városfejlesztési osztály jellegű szerelem gyerek legyen, vagy legalább kicsit jobban hajazzon a stúdióra, ha már Tina Fey, és akkor legyen inkább a stúdió és a városfejlesztési osztálya, a stílus meg az irányzat. Ezzel szemben egy tök, hát nem tudom, ilyen tök ilyen átlagos, hétköznapi, nem túlzottan izgalmas, nem kiemelkedően fontos, nagy produkcióval szembesültünk, hanem az a helyzet, hogy egy tök korrekt dolog volt, nem váltotta meg a világot, voltak ugyan epizódja, és voltak olyan pillanatai, amiken azért lehetett szakadni szerintem, nagyon jó karakterekkel van tele ez a produkció, és valahogy mégsem képes kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. Tehát Ted Danson önmagához képest is egy sokkal visszafogottabb figura. Tehát az ő figurájáról, hogy mondjam, a Cheers-ben az volt az elmutató, hogy lehetett vele nevetni, néha nagyon-nagyon ritkán rajta is lehetett nevetni, de ő nagyon-nagyon szeretető volt. És tulajdonképpen most is ugyanezt hozza, ezt a nagyon-nagyon szerethető fószert, viszont nem ő az, aki igazán vicces ebben a produkcióban, hanem a társai azok, akik egy hatalmas súlyt vagy terhet vesznek le a válláról, mint például Bobby Moynihan, aki szerintem talán, hát nem tudom, hogy ő a legviccesebb, vagy a második, szerintem itt inkább holdverseny lesz. Mert két karaktere van ennek a sorozatnak, aki szerintem nagyon-nagyon vicces, a többiekre én úgy vagyok, hogy igazából, ha nem lennének, sem halnék bele. Úgyhogy
Igen, tehát én a mélyért, nem hiszem, mélyért abszolút egy ilyen zicsernek érzem, amiben sokkal több minden lehetett volna, sokkal jobb dolgokat lehetett volna kihozni belőle, sokkal, nem tudom, hétköznapi, vagy érdekes, nem tudom, viccesebbé lehetett volna megcsinálni. Voltak benne pillanatok, mert tényleg azért volt egy-két olyan pillanat, amikor Andy McDowell-nek hasonló kaliberű sztárok felbukkantak benne, de úgy alapjáraton a Mr. Mayor nem tud humorilag sem nagyon különleges lenni, nem tud egyedi sem lenni. Egy ilyen tipikus, megfásult network komédiának érzem. Tehát nem... Tehát olyan, amit úgy elnézeget az ember, ha nincs más. Vagy hogyha bekapcsolom a tévét, és éppen ez van adáson, nem biztos, hogy elkapcsolok, de hogy önszántamból nézzem-e, hát... Na ez az a pont, amin szerintem nagyon sokan elgondolkoznak. És ez a legnagyobb különbség ez a három közül, mert szerintem a Mr. Mayor a háromból a leggyengébb, messze. Túlnyomó, de nagyon-nagyon magabiztosan a leggyengébb. Mert a Young Rock, én nem tartom, vagy nem nevezném őt egyáltalán komédiasorozatnak. Szerintem nem komédiasorozat a Young Rock, ezt szögezzük le már most. Szerintem a Young Rock nagyon-nagyon sok minden, de inkább dramedy, mert inkább a tanulság az, ami a fontos benne. Ugye miről szól a Young Rock? Arról szól, hogy Dwayne The Rock Johnson 2032 környékén elindul a választásokon, és épp kampányol. És Randall Parknak van egy beszélgetős műsora, ahol ezt a kampányban minden héten beszélgetnek egy kicsit, és a szikla minden héten elmesél valami szívbe markolóan megható családi történetet arról, hogy milyen volt neki felnőni, milyen családból származik, hogy milyen volt a viszony a szüleivel, meg hogy milyen gondokkal küzdöttek, és tulajdonképpen honnan jutott ő hova. És amikor az ember így belegondol abba, hogy wow, azért ebben tényleg nagyon sok az életrajzi ihletésű dolog, mert azért tényleg vannak olyan elemei ennek az egész történetnek, amik tényleg megtörténtek vele a valóságban, akkor azért az ember tényleg úgy tud viszonyulni nagyon sok mindenhez, hogy nagyon, nagyon másképp tud viszonyulni sok mindenhez. Én legalábbis mindenféleképpen így vagyok vele, és én nagyon-nagyon szeretem, pontosan ezért nagyon szeretem ezt a komédia sorozatot, vagy dramedit, mert könnyű azonosulni vele, annyira hétköznapi, annyira emberi, annyira át tudod érezni azt, amikor egy karakter szenved, amikor hazudni, azt kell hazudni egy saj kedvéért, hogy egyébként tök gazdag, de amúgy meg egy mit tudom, egy hodokra nincsen pénze. Szóval nagyon érdekes azok a gondok, amikkel meg kell küzdeni. Nagyon érdekes volt látni az utolsó pár epizódban azt, ahogy az egyetemre ment Szikla ott szenvedett, mert ugye úgy ment egyetemre, hogy megígérte azt, hogy a szülei életét sokkal jobbá fogja majd tenni. És hát tulajdonképpen azért küzdött ott az egyetem alatt, hogy bekerüljön a NFL-be, viszont az NFL-be meg nem draftolták. Szóval voltak benne ilyen nagyon érdekes önéletrajzi ihletésű elemek, meg nagyon sok olyan dolog, ami szerintem egyébként bitang szeretetővé teszi ezt a sorozatot. Tehát ez nem az a tipikus 20 perces vagy 30 perces sorozat, amire azt mondja az ember, hogy nézem, mert nincs jobb. Hanem a Young Rocky tipikusan egy olyan sorozat, ami szól valamiről. Oké, hogy epizódikus, mert tényleg az egyébként egy-két részre számított, tényleg nagyon-nagyon epizódikus volt ez a 11 részes első évad, de úgy alapjáraton minden egyes epizódját azért nézed meg, mert jobban akarod érezni magad tőle. És a rengeteget segít ez a széria abban, hogy jobban érezd magad. Egy kicsit, én minden egyes rész után úgy keltem fel a kanapéról, hogy egy kicsit motiváltabb vagyok arra, hogy jobban csináljam, amit csinálok. Hogy egy kicsit jobban összpontosítsak azokra a dolgokra, amik fontosak a számomra. Hogy egy kicsit többet adjak bele a dolgokba. És nekem ez mindig is egy ilyen nagyon-nagyon fontos eleme volt. Szinte mindennek. Úgyhogy nekem egy irgalmatlanul fontos és tök jó sorozat. Nagyon-nagyon pozitív élményként élem meg a Young Rockot. Örülök nagyon, hogy megkapja a második évadát. Nagyon örülök annak, hogy folytatódik. Bízom benne egyébként, hogy sem a stíluson, sem minden fognak változtatni. Mert ez a sorozat, az a helyzet, hogy ez pont így működik. Tehát ha most egy jelenetet kéne megnevezem ebből a 11 részből, amire azt tudom mondani, egyébként nagyon sok olyan van, ami nagyon-nagyon szerettem, vagy nagyon-nagyon inspiráló volt, akkor én mindenféleképpen azt az egy részt fogom kiemelni belőle, amikor az ifjú, tehát a 80-as években lévő gyerek, kis Dwayne Johnson, vagy Dewey ült egy padon Andrével, a Giant-tel, aki egy legendás figura volt. Hogyha valaki látta a herceg menyasszonyát, vagy a hercegnő menyasszonyát, The Princess Bride-ot, akkor tudja, hogy miről beszélek. Tehát ő egy iszonyatosan nagy, népszerű pankrátor volt, brutális méretekkel rendelkező ember, iszonyatosan jámbor, iszonyatosan szerethető, mindenki imádta.
És ott ülnek a padon, és ott van egy brutálisan mély, filozofikus pillanat a két karakter között, és ez nekem annyira durván, nem tudom, ott nálam valamit megütött, valamit nagyon-nagyon durván jól megérintett, és az volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy én ezt a Young Rockot akármi van végig fogom nézni, akárhány évig fog futni ez a produkció, mert egyszerűen imádom. Tehát az ilyen kis apró nüanszi pillanat, hogy ott ül, és vagy ott volt az a hintás jelenet is. Tehát nagyon kevés jelenetet kaptunk Andrea the Giant és Dwayne között. Szóval viszont az mindegyike, minden egyes pillanata szerintem aranyat ért, és minden egyes pillanatával mi is gazdagabbak lettünk, és valahol szerintem ez a legfontosabb ebben az egész sztoriban. Aztán én nagyon szerettem benne a karaktereket, nagyon jó színészeket sikerült összeválogatniuk ehhez a produkcióhoz, nagyon jól működik a dinamika köztük, nagyon jól működnek azok a problémák, amikkel szembesülniük kell, nagyon-nagyon valóságosnak érzem azokat a dolgokat, amikkel ők átmennek. És valahol tulajdonképpen ez a sorozat eléri azt, hogy ha valaki nem szereti a sziklát, akkor innentől kezdve még jobban meg fogja őt kedvelni. Egyszerűen van egy annyira, nem tudom, tehát én ezért szeretem nagyon a Ballers-t is az HBO-n, mert abban is volt valami olyan különleges tulajdonsága, amivel nagyon-nagyon ritkán, meg nagyon-nagyon kevés sorozat rendelkezik, hogy sikerül emberien ábrázolnia a sziklát. Hogy látod ezt a kőgazdag, bazi sikeres embert, de nem biztos, hogy az igazi embert látod mögötte, hanem csak azt, amit megmutat magából. És úgy érzed, miközben nézed a Young Rockot, hogy ő itt most tényleg teljes egészében lecsupaszodik előtted, és minden értelmet nyer vele kapcsolatban, és szerintem nagyon-nagyon sok olyan tulajdonsága van ennek a szériának, ami arra utal, hogy ez egy tök jó dolog. És van még egy sorozat az NBC-n, ez a Kinen címre hallgat, Kinen Thompsonnal, akit én a Kinen és Kell óta, sőt, talán még előbb volt a Nickelodeon-os sketch műsora, azóta imádok és istenitek, és hát megveszek érte, és bármiben van, én azt imádni fogom, életem végig is valószínűleg ilyen lesz. Tulajdonképpen nagyon kevés olyan színész van, akire én azt tudom mondani, hogy mi együtt nőttünk fel. És Kinen Thompson szerintem határozottan azon kevesek egyike, sőt tulajdonképpen ő az egyetlen, akire én azt tudom mondani, hogy mi tényleg együtt nőttünk fel. Hiszen én is gyerek voltam, meg ő is gyerek volt akkoriban, amikor az a Nickelodeon-os produkció ment, talán ha jól veszem, pár évvel idősebb egyébként nálam. És hát ugye én néztem azt gyerekkoromban, imádtam, utána ott volt a Kinen és Kell című szintén Nickelodeon-os produkciója, amit szintén néztem, szintén imádtam, aztán utána volt egy pár év, amikor szerintem mi nem nagyon találkoztunk, aztán ő ugye elment az SNL-be, és azóta is ott van, és hát az SNL-t meg én is nézem időnként, úgyhogy imádok minden egyes sketchet, amiben ő is benne van, mert nem tudom, tehát a jelenlegi SNL felhozatában azért vannak bitang jó színészek, tehát azért két McKinnon még mindig ott van, meg azért Marissa Vinyasenyoá sem rossz, meg vannak tényleg azért egy-két olyan fószer, akire tényleg azt lehet egyébként mondani, hogy bitang jó, meg tényleg nagyon szerethető, de Kinen Thompson kiemelkedik belőle. Ő egyszerűen annyira, nem tudom, tehát hogyha én választhatnék valakit, hogy kivel szeretnék egy komédiát csinálni az SNL-esek közül, több mint valószínűleg az utóbbi 10 évből én csak azt mondanám, hogy Kinen Thompson. Senki más meg sem fordulna a fejemben, mert ő egy annyira szerethető figurája ennek az egésznek, és annyira jól hozza azokat a dolgokat, amiket neki hoznia kell, és annyira, nem tudom, tehát Kinen egy iszonyatosan szerethető figura, és szerintem ez egy iszonyatosan fontos tulajdonság. Főleg akkor, hogyha ugye ő a címszereplője ennek a szituációs komédiának is, ami, hogy mondjam, tehát ez egy iszonyatosan jó és erős produkció, ami február 16-a és most május közepe között futott az NBC-n. Mindössze 10 részes volt sajnos az első évada, ami szerintem a legnagyobb hibája ennek az egész produkciónak. Viszont bitong erős a szereplőgárda, ugye Kinen Thompsonról ugye csak szuperrelatív szokban, vagy sehogy sem lehet beszélni. Aztán ott van ugye a két lánya, aki szintén fantasztikus, de tulajdonképpen nála jobb azért a Don Johnson, aki ugye az ő apósát játsza, illetve ott van a tesója, akit pedig Chris Side játszik, aki szintén ez a SNL-ben van, és amikor ő is ott van ez a SNL-ben, akkor ő is bitang erős. És amikor ez a két fószer együtt van, hát ez valami brutális. Tehát ez egy tömör, gyönyör kategóriája szerintem. És tényleg egyébként érződik a Kinenen szerintem, legalábbis az első volt pár részén nagyon-nagyon érződött, hogy ezt egy multikamerás komédiának szerintek, és szerintem sokkal jobb is lett volna egyébként, hogy multikamerás komédia, mert a humorát tekintve sokkal inkább a multikamerás komédiák szintjét tudja megmozogtatni ez a produkció. És hát ugye miről szól a Kinen? Arról szól a Kinen, hogy
relatíve frissen, hát nagyjából egy éve megözvegyült Kinen, akinek volt fiatalkorában egy műsor, amivel ő befutott, televíziós sorozat, és most Atlanta a második legnépszerűbb reggeli műsorát vezeti, miközben próbálja a két lányát, Aubreyt és Birdie-t felnevelni egyedül, amiben segít neki egyébként az apósa, aki hozzájuk költözött, őt játsz ugye Don Johnson, és a tesója, Gary, aki egyben egyébként Kinennek a menedzsere is, és a sorozatban még szerintem fontos szerepet tölt be azért Mika, aki ennek a reggeli műsornak a producere, és hát akivel tulajdonképpen van egy ilyen, hát összejönnek, nem jönnek össze kategóriájú, nem románca, mert azért arra még nem áll készen Kinen sem, de mindenféleképpen nagyon-nagyon érdekes a kapcsolatuk. És tényleg nagyon-nagyon szerethető ez az egész szereplőgárdája. Nagyon-nagyon jó szereplőket szereztek meg visszatérőknek is, nagyon-nagyon jó pofa, nem tudom, mindenki egyébként benne egy iszonyatosan frenetikusan jó arc. Talán valahol az egyik legérdekesebb epizód, nem tudom, ez lehet egyébként tényleg annak nevezni, az pontosan az volt, amikor az eredeti coach a New Girl-ba, ezt most jó hülyen fogalmaztam meg, na mindegy, amikor ő beugrott vendégségbe, a reggeli műsorban is ott megjelenés adtak egy régi dalt. Nekem szerintem az volt az első epizódom, talán az ötödik lehetett talán, amire tényleg azt lehetett mondani, hogy ez bitang jó komédia is tudna lenni, vagy tud-e lenni, vagy majd fog lenni, vagy majd lesz. Szóval mindenféleképpen nagyon-nagyon szeretem, meg tényleg tele van olyan iszonyatosan jó pillanatokkal, amikre tényleg azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon jó sorozat, nagyon-nagyon jó szereplőgárdája van, nagyon-nagyon szerethető a teljes felhozatala, és azért relatíve egészen stabilan tudta tartani ez is a nézettségét, hála jó égnek. 18-49-ben nem is nagyon vesztegetett egyébként közönségéből. Young Rackard pedig szerintem egyébként így ikonikusan jól tudnak együttműködni, úgyhogy mindenféleképpen. Én egyébként, hogyha az NBC lennék, és nekem kéne meghatároznom a következő évadomat, akkor én biztos, hogy azt mondanám, milliárd százalékra, hogy azt mondom, hogy a Brooklyn Nine-Nine és a Kinen lesz egyeste keddesténként, már csak azért is, mert mind a ketten SNL-ből származnak, ugye Andy Samberg is az SNL-el futott be igazán, illetve hát Kinen Thompson is az SNL-ben látható, és szerintem megérni ezt a két produkciót összepárosítani. Nyilván humorban azért Brooklyn Nine-Nine az egy teljesen más kategória, de igazából az NBC-nek már nincs egy olyan kategóriájú sorozata, mint a Brooklyn Nine-Nine. Tehát semmi sem olyan vicces az NBC-n. Mert mind a három komédiájuk, amiket átviszünk a következő évadra, az elég langyos, de Kinen valahol azért emelkedik ki szerintem, mert egy szörnyen szerethető és szörnyen komfort sorozat. És ilyen is kell. Én imádom az ilyet legalábbis. Kibeszélő. És akkor most beszéljük ki azokat a dolgokat, amikről még eddig nem volt szó. Folytassuk a komédiákkal, méghozzá Peacocknál, ha már úgyis az NBC-ről volt szó az előbb, akkor ne nagyon menjünk el máshova, hanem beszéljünk a Peacocknak az új sorozatáról, a Rutherford Falls-ról, amiben ugye Ed Helms a főszereplő, és ez egy iszonyatosan erős sorozat. Nagyon sok szempontból. Nehezen beesik egyébként hova tenni, mert tényleg az az embernek a benyomása, hogy ez lehetne jobb is, majdnem olyan jó már, mint amennyire ennek jónak kéne lennie, de nagyon-nagyon nehéz szerintem meghatározni azt, hogy ez egy tulajdonképpen mi is valójában ez a produkció, és nekem pontosan ezért is esett nehezemre, és ezért szeretem volna minél több részt megnézni, mielőtt beszélek róla, mert tényleg nagyon-nagyon nehéz beskatujázni egy bizonyos irányba. Nem igazán látom benne a potenciát a több évadra, nem igazán látom benne azokat a lehetőségeket, amiket valószínűleg látnom kellene már benne, de közben valahogy mégis nagyon-nagyon szeretem, és nagyon sokszor előjön belőlem az, hogy tulajdonképpen tényleg csak arra vágyok, hogy nézhessem a következő epizódját, mert tényleg egy iszonyatosan szórakoztató, és egy iszonyatosan jó produkcióról van szó, amiben mondom, ott van Ed Helms, ott van Jane Schmieding, aki számomra tök ismeretlen volt, ott van Michael Grace, ott van, nem is tudom, Dana L. Lawson, Jesse Lee, szintén egyébként szinte mindenki tök ismeretlen számomra, Dustin Milligan viszont a Schitt's Creekből érkezett, úgyhogy ő legalább mindenféleképpen egy iszonyatosan jó és fontos és szerethető karaktere ennek az egész produkciónak. Azért a szereplő gárdája nem kimondottan ismert arcokból áll, viszont minden egyes szereplője szerintem egy komédiai genius. Tehát nagyon-nagyon-nagyon durván jó
szereplőgárdát sikerült összeverbúválniuk ehhez a produkcióhoz, ami április 22-e környékén debütált, szóval azért elég kínos, hogy még mindig nem tudtam végignézni ezt az első évadot, ami mondom mindössze 10 epizódból áll. És tulajdonképpen ez a széria, ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy nehéz eldönteni, hogy pontosan mi is a célja, vagy miről is szól úgy igazán. Mert az egyik oldal, tehát a felszín az egyértelműen az, hogy a történelem szeretete, viszont a történelem az nem biztos, hogy mindenki számára annyira szerethető. Mert azért a fehér emberek, amiket csináltak Amerikában, amikor megérkeztek, meg egyéb időszakokban is, nem feltétlenül annyira pozitív, hogy ennyire lájtosan fogalmazzam meg ezt a történetet, és éppen ezért nehéz meghatározni, hogy ez inkább a történelemről szól, azokról az emberekről, akik megpróbálják újra értelmezni, vagy éppen tisztelni a történelmet, vagy ez inkább arról szól, hogy a történelem megvívja a csatáit a modern korban is. Nehéz, nehéz megítélni, de ez egy olyan történet, ami igazából két élethez szóló legjobb barátról szól, Nathan Rutherfordról, illetve Reaganről, akik egy iszonyatosan érdekes, hát túlzás, hogy az életük kereszteződési pontjánál találják magukat, mert ezt szerintem nem ennyire hülye mondjuk magyarul, valamiért most angolul ugrott be nekem. Mindenesetre egy olyan pontján találják magukat az életükben, amikor lehet, hogy szembe kell nézniük egymással. És azért Rutherford Falls egy eléggé álmos kisváros, aminek tulajdonképpen tényleg az elég problémája, hogy van egy szobor, amit az út közepén helyeztek el, tisztelegven a város alapítójának. És nyilván azért a város alapítója, meg az indián törzs, aki ott élt annak idején, ők megegyeztek valamiben, és hát most ugye az indiánok területén ott van egy indián kaszinó, a szobrot pedig el akarják mozdítani a főtérről, vagy a térnek a közepéről, az útnak a kellős közepéről, és hát nyilván ez egy olyan történet, vagy egy olyan dolog, amit Ed Helms-nek a Nathan Rutherford karakteren nem igazán engedhetni meg, vagy nem szeretné, hogy megtörténjen, és tulajdonképpen iszonyatosan izgalmas ez az egész produkció, akárhonnan is közelítettem meg ezt a... Tehát van valami iszonyatosan izgalmas abban, hogy vajon a történelem melyik oldalának akarunk szurkolni, vajon jó-e az, hogyha az ember ennyire ragaszkodik a múlt dolgaihoz, vagy jó-e az, hogyha az ember nem ragaszkodik ennyire a történelem különböző dolgaihoz? Nem tudom. És szerintem számomra valami értelem pontosan ezért egy annyira izgalmas és lenyűgöző ez a produkció, mert próbálok én is rájönni arra, hogy tulajdonképpen itt most ki követte a nagyobb hibákat, ki volt az, aki ténylegesen hibázott, és mik voltak azok a tulajdonságai ennek az egész dolognak, ami egyébként mindenkiből ki tudja váltani azokat a legrosszabb szörnyű rémálmokat. Szóval nagyon-nagyon nehéz hova tenni. Tehát a Rutherford Falls szerintem egy bitang jól működő, nagyon sok szempontból egy iszonyatosan erős sorozat. Nyilván nem egy városfejlesztési osztály szintjén mozgó történet, nem is annyira ütődöttek egyébként a szereplői, viszont a kritikusok megvesznek ért, és a közönségnél is nekem, ha jól emlékszem, akkor azért általában a közönség relatíve nagyon-nagyon megszerette Ed Helms-nek ezt az új produkcióját, és igazából mindenki tud valami pozitívat találni ebben a szériában. Nem annyira optimista, sőt egyáltalán nem tartom, vagy nevezném különösebben optimistának ezt a sorozatot, mert nagyon érdekes látni azt, hogy Reagan folyamatosan próbál meg küzdeni azért, hogy érvényesít, hogy fogalmazom ezt meg szépen, hogy valóra váltsa az álmait, hogy érvényesülhessen ebben az egész helyzetben, mert ő ugye egy kulturális központot vezet az indián kaszinó kellős közepén, miközben ugye a legjobb barátja ellen meg épp egy pert készül, és ugye megérkezik a városba az NPR-nak a detektív, hülyeséget beszélek, nyomozom, mert egyre nagyobb hülyeséget akarok mondani, szóval riportere, és tulajdonképpen megpróbál egy kicsit a dolgok mélyére ásni, és nagyon-nagyon élveztem azt az epizódot, ami talán a negyedik vagy az ötödik lehetett a sorban, amikor tulajdonképpen ők nem is olyan dolgokra fókuszáltak, amikre az ember hirtelen gondolta volna, hogy fókuszálni fognak, hanem tényleg belementek és belemertek állni abba, hogy oké, ebben a részben nem Ed Helms lesz a főszereplő, nem az ő szemszögéből látjuk a dolgokat, hanem megismerik egy kicsit a másik oldalt is, és látjuk azt, hogy az indián oldalról hogyan élik meg ezeket a történéseket. Egy iszonyatosan szerethető sorozatról van szó egyébként,
ami tényleg be tudja lopni magát az ember szívébe, és közben el is tud gondolkoztatni. És azért egy komédiától, főleg egy ilyen egykamerás streamre készült sorozattól ennél többet szerintem nem is kellene feltétlenül elvárnunk. De ha nekem valami pozitívat kéne mondanom, akkor biztos, hogy ezt mondanám, hogy sokkal jobb, mint amilyenre számítottam. Tehát nálam így a radar alatt repült be ez a produkció, mert úgy voltam vele, hogy ez engem nem fog érdekelni, mert nem igazán tudott lenyűgözni vagy meggyőzni az, amit a szerzetesekben láttam belőle, meg tökre is feledkeztem erről, hogy lesz ez a produkció. És közben valahogy mégis ott eljutottunk arra szintre, amikor annyira élvezem, hogy már tényleg azt érzem, hogy tökre várom azt, mikor nézhetem meg a következő rész belőle. Mert nagyon-nagyon sok olyan apróság van benne, de főleg ugye a szereplőgárda az, ami iszonyatosan jó komikusokkal van tele, brutálisan jó alakításokkal van tele, és nem tudom egyébként azt, hogyha nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet ebből a második évad, de az biztos, hogyha lesz a második évad, akkor ez biztos, hogy nem arra fog szólni, hogy ezt a szobrot el akarják mozgatni, és hogy beperelik Nate Rutherfordot, hanem azért valamilyen ilyen izgalmasabb dolgokkal lesz majd tele, és szerintem rengeteg lehetősége van ennek a szériának arra, hogy fejlődjön. Rengeteg olyan potenciál van ebben a produkcióban, ami szerintem túlmutat azon, hogy ez egy egyszerűen szerethetően bájos, kissé, talán bugyuta, vagy nem jó túlzás, talán inkább ez a sutának tűnő valami, mert igazából egy relatív tök értelmes sorozattal van dolgunk, úgyhogy ha valaki még nem nézi a Rutherford Falls-t, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy adjon neki egy esélyt, mindenféleképpen fogok majd egy kicsit jobban belemenni abba, hogy milyen is ez a széria, és hogy milyen irányba is vitték el, mert mondom, én kb. Úgy fél táv környékén lehetek, 40-50%-et láttam eddig az első szezonnak, úgyhogy megyek is most szépen, és folytatom ezt a számomra egyébként tök kellemes kikapcsolódást nyújtó produkciót, mert tényleg egyszerűen azt érzem, hogy tök jól szórakozom, miközben nézem ezt a produkciót, és valahol azért így fárasztó nap után nem biztos, hogy ennél többre van feltétlenül szüksége az embernek. Én nagyon szeretem, nézzetek ti is, hogyha nyitottak vagytok az eféle izgalmas földi csemegékre. Ez volt erre a hétre a J&A Brand New Voice. Jövő héten jelentkezni fogunk méghozzá egy gigászi, valószínűleg másfél óra környéki adással, ami mondjuk tőlem nem gigászi, de a témáját tekintve mindenféleképpen. Ugyanis miután bejelentették, valószínűleg jövő pénteken jelentkezek egyébként, vagy szombaton, majd még meglátom. Miután bejelentett az összes network a következő szezonos kínálatát, onnantól kezdve ki fogjuk elemezni azt, hogy mi fog történni, melyek lesznek azok a produkciók, amiket elkaszáltak, kik azok, akiket berendeltek, melyek lesznek azok az újoncok, akik majd érkezni fognak, és hogy tulajdonképpen hogyan is muzsikáltak a tévécsatornák ebben a szezonban, ami azért nem volt egy kimagaslóan izgalmas szezon, és ami nagyon-nagyon sokára fog majd csak véget érni, hiszen a legtöbb produkció az elmegy június közepe vége tájékáig. Illetve jövő héten mindenféleképpen szerintem szó lesz a Zoe Extraordinary Playlistről, és ami most fog a héten finalizálni, és mindenféleképpen szeretném majd erről beszélni. Illetve az eskütelenségek és a különleges ügyösszei és a szervezett bűnözés pedig crossoverezik egyet a héten, amiről majd szintén szeretnék beszélni. Nem tudom, hogy be fogunk-e férni abba a bizonyos adásba, vagy ez egy külön adás lesz-e. Nem tudom, hogy jelentkezek-e még előtte, de ám még mielőtt elmennénk, gyorsan még egy örömhír, ugyanis a PKG végre bejelentette, sőt, mint a berendelte a harmadik Psych filmet. Remélem minden Psycho izgatottá válik, ugyanis a This Is Gas érkezni fog a Peacockra méghozzá nem is akármivel, ugyanis lesz benne egy kis Lugsy, lesz benne Baby Gaster és random ananászok egyaránt. Így igaz. Úgy tűnik, hogy folytatódhat James Roddy és Dooley Hill főszereplésével Sean és Gus története. 2017-ben ugye visszatértek a Psych a filmre, majd 2020-ban érkezett a Psych 2 Lassie Come Home című folytatása, és most nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy a 8 évados sorozat megkaphatja majd a harmadik filmjét is, ami a This Is Gus címre fog majd hallgatni. És ha minden igaz, akkor Gus és Selena Lugsyáról, majd pedig első közös babájáról fog szólni. Úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várjuk, hogy mikor fog majd elkészülni ez a film, és egyelőre az a hír járja egyébként, hogy Maggie Lawson és Kristen Nelson, sőt Corbin Bernstein mind vissza fognak térni ebbe az új
epizódba, amit majd, ha minden igaz, akkor már most nyáron le fognak forgatni Vancouverben. Tartsatok be legközelebb is, addig pedig popkultúrában rettentően gazdag hetet kívánok mindenkinek. Frasier has left the building.